még egyszer hangsúlyozunk, semmilyen módon ne érje hátrány azokat, akik nem kapnak, vagy nem szeretnének oltást kapni. Fiatalok az elmúlt egy évben rendkívül fegyelmezetten álltak az őket érintő korlátozásokhoz, gondolok itt a este 8 óra utáni kijárási korlátozásra, vagy a vendéglátóipari egységeknek az árvatartására. A statisztikák azt mutatják, hogy a fiatalok számára a járvány kisebb veszélyt jelent, és a tapasztalataink azt mutatják, hogy egy tömött plázában való vásárlás, vagy pedig a tömött 4-es-6-os villamoson, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközön való utazás legalább akkora kockázatot jelent, mint mondjuk egy fesztiválon vagy egy kisebb koncerten való részvétel. Mindegyik esetben a fiatalok részéről az elővigyázatosság és a felelősségtudat az, ami megkövetelendő. Február 11-én Gulyás Gergely a kormány részéről bejelentette, hogy Magyarországon is életbe lép az oltási igazolvány, és pár nappal később a miniszterelnök hozzátette, hogy a nemzeti konzultáció kérdéseire adott válaszokból fog kiderülni, hogy milyen esetekben lesz ez kötelező. Idéznék is a nemzeti konzultáció ezen részéből, hogy milyen kérdést tettek fel ezzel kapcsolatban. Vannak, akik szerint a rendezvények, koncertek, fesztiválok, illetve sportesemények látogatását meg kell engedni azoknak, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Mások szerint ezeket az eseményeket nem szabad megrendezni, vagy látogathatóvá tenni, amíg a járvány véget nem ér. Ön mit gondol? Az első válasz lehetőség, a védettségi igazolvánnyal legyenek látogathatóak ezek az események. Második lehetőség pedig, nem szabad ezeket az eseményeket látogathatóvá tenni a járvány végéig. A Mi Hazánk Ifjai álláspontja szerint a fiatalok többségének véleményét egyik válasz lehetőség sem tükrözi. A Fidesz ezzel a kérdéssel és ezekkel a válasz lehetőségekkel hülyének nézi a fiatalokat. Hozzá kell tenni, hogy a fiatalok nagyon helyesen a vakcinát csak később tudják megkapni, hiszen most az időseket és a krónikus betegeket oltatják be először. Viszont a nyári időszakig, hogyha nem kapják meg a fiatalok az oltást, akkor sokan folyamodhatnak ahhoz az eszközhöz, amit Gyöngyös baloldal polgármestere is megtett, hogy soron kívül jussanak oltáshoz azért, hogy részt vehessenek fesztiválokon vagy koncerteken. Ennek a helyzetnek a megelőzése érdekében javasolja a Mi Hazánk Ifjai, hogy ne kössék oltáshoz a fesztiválokon és a koncerteken való részvételt. Mindenki dönthessen, hogy beoltatja magát, és hogyha valaki a nem beoltatás mellett dönt, akkor emiatt ne érje hátrány. Aki fél, hogy egy olyantól, aki nem oltatja be magát, megfertőződhet, az nyugodtan beoltathatja magát, erre van lehetősége, de semmilyen módon ne érje hátrány. Még egyszer hangsúlyozzuk, semmilyen módon ne érje hátrány azokat, akik nem kapnak, vagy nem szeretnének oltást kapni.